sokáig még így lesz. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a tiszteletbeli kazak konzulátuson, és Horváth László konzulúrral beszélgetünk, hiszen hamarosan megemlékezünk Mándoki Kongor Istvánról, aki ezen a napon, a mai napon született 70 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy ön személyesen ismerte. Sajnos nem volt szerencsém hozzá. Sok munkásságát találkoztam, olvastam írásait, rengeteg olyan emberrel beszélgettem, akik még tudták és ismerték személyesen az ő cselekedeteit, tevékenységét. És hát annak idején, amikor fölmerült az, hogy konzulátus fog nyílni Karcagon, akkor egyöntetően mindenki gondolkodás nélkül úgy döntött velem az élen, hogy Mándoki Kongor Istvánról fogjuk elnevezni a tiszteletbeli konzulátust. És hát az ő fotója kint is van a falon, ez bizonyítandó. Miután a munkásságát mondta, hogy azért áttanulmányozta, mi volt az, ami megragadta önt, mint ember Mándoki Kongor Istvánból? Hát az, hogy a gyökerekhez mennyire tudott ragaszkodni. Tehát az, hogy ő fanatikusan hitt abban, hogy csak az a nép tud előre menni, és az a nép tud alkotni, aki tisztában, hogy honnan jött, mert akkor lehet meghatározni, hogy hova tart a nép. És azért rengeteg energiát és erőn felül teljesítve ment ezek után a kutatások után, és hajtotta föl azokat az információkat, néha szó szerint, amik bizonyították azt az elméletét, hogy mi Közép-Ázsiából jöttünk ide. És hát a Kummi atyánkot az ő fordításában azért sokan ismerik itt Karcagon, hiszen ezt azért az iskolákban is tanítják. Van-e olyan műve, vagy olyan jellegzetes dolog, amit őtől le tudott meg, hogy ez is kazak eredetű? Hát rengeteg szó. Tehát olyan szó van, amit ugye itt az évtizedek során, amióta én is így foglalkozom a kazakokkal, döbbentünk rá, hogy ez közös eredetű, és ez onnan jött valamikor. Nagyon jellegzetes volt, hogy amikor a millenárison avattuk a szobrot, a kötőnyvezér találkozását 4. Bélával, akkor a Kummi atyánkat lejátszották felvételről az ő előadásában, és ilyen hihetetlen megdöbbenés volt a kazakok arcán, hogy nem is értették, hogy kazakul beszél valaki, és mégis valami különleges dolgot mond, és ez volt az egyik életem legmeghatározóbb élménye a két nép kapcsolatában. És hát a kazakok odakint azért még mindig nagy tiszteletben tartják. Hát külön sírhelye van, gondozzák, államilag gondozzák az ő sírhelyét, én is többször látogattam meg Almatiban. És az a név, hogy Mándoki Kongor, az minden tudományos ember körében abszolút ismert és élő tartott fogalom. Reméljük, hogy így marad még sokáig, hiszen azért Karcagon mi ápoljuk az emlékét, reméljük, hogy sokan fognak még róla hallani. Hát pontosan ez a cél vezérelt minket, mikor úgy döntöttünk a polgármesteri hivatal vezetőivel, munkatársaival, hogy akkor megemlékezünk róla egy koszorúzás keretében a mai napon. Engedjék meg, hogy felolvassam Nurbak Rusztanov kazak köztársaság rendkívüli meghatalmazott nagykövetének ez alkalomra írt levelét. Tisztelt Dobos László polgármester úr, tisztelt karcagiak! Engedje meg, hogy kifejezzem óriási elismerésemet, hogy megrendezték dr. Mándoki Kongor Istvánnak, a kiváló nyelvésznek, a kun nyelv kutatójának születésének 70. évfordulójára tartandó koszorúzást, amely 2004. második hó 13-án Karcagon tartanak. Mándoki Kongor István, aki a nemzetközi elismerést kapott, mint vezető magyar kun nyelvkutató, a 20. század végén több mint 30 kunokról szóló alaptanulmány írója nagyon közel áll a kazak néphez. Mándoki vezetőkutatóként elismert Kazasztánban, mint a kazak kultúra, nyelv, történelem kutatója, egyik alapítója a magyarok turán, szkíta származás teóriának, illetve a kazak-magyar nép közös gyökereinek, történelmi, nyelvészeti, kulturális kapcsolatainak kutatója. A kazak tili, a kazak nyelv nevű nemzetközi társaság egyik alapítója, aktív résztvevője a kazak-magyar kulturális együttműködésnek közös történelmeink gyökerei alapján. Véleményem szerint a rendezvény, amit Mándoki Kongor István emlékének szentelnek, aktívan hozzájárult a magyar-kazak baráti kapcsolatok erősítéséhez, a kazak és a magyar nép között. Nurbak Rusztanov, kazak köztársaság nagykövete. Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke, néprajzosként is gondolom, hogy sokat foglalkozott Mándoki Kongor István életével. Nem tudom, ismerte-e személyesen?
Én csak néhány alkalommal tudtam vele személyesen találkozni, és hát én úgy gondolom, hogy Mándoki Kongur István egy olyan karcagi volt, aki beillett abba a sorba, abba a hosszú történelmi sorba, ahol nagyon sokan Julianus baráttól, Körösi Csoma Sándorig, Ván Béri Árminig kutatták a gyökereinket, kutatták a keleti gyökereinket, és kicsit talán Mándoki Kongur István munkássága nyomán indultam el én is Kazasztán felé. Talán ő is inspirált, talán legjobban ő inspirált arra, hogy én is kutassam a közép-ázsiai rokonokat, a közép-ázsiai népeket. Tehát én sokat köszönhetek neki. Inspirációt, útmutatást és hát lendületet is. Többször volt kint Kazasztánban, tehát ismeri a kazak embereket. Itt konzul is mondta, hogy nagy tisztelet övezi még mindig az ő emlékét. Gondolom, hogy ön is ezt tapasztalta. Így van, én amikor másfél évet töltöttem kint egyetemi tanulmányaim alatt, minden kutató, minden tudományos élettel foglalkozó ismerte Mándoki Kongur Istvánt. És amikor megtudták, hogy karcagi vagyok, és mert Mándoki Kongur Istvánról nem csak azt tudták a kazakok, hogy magyar, hanem azt is tudták, hogy kun, és azt is tudták, hogy karcagi. És hát mielőtt én kimentem Kazasztánba, már karcagnak jó híre volt, és nagy híre volt Kazasztánba. És én azt látom, hogy azoknak az embereknek, akik innen kimentek Magyarországról, innen kimentek karcagról, akár a tiszteletbeli konzul munkásságának, a minisztereink munkásságának, azt hiszem, hogy Mándoki Kongur István büszke lenne rájuk, hiszen öregbítették a magyarok, kazakok jó kapcsolatát, és hát a kunok, a karcagiak és a kazakok jó kapcsolatát is. Dr. Balta Júlia, a karcagi kalendárban emlékezett meg róla. Nem mindenki tudja, hogy hol is halt meg, hiszen Almatiban van eltemetve, de nem ott halt meg. Így van, én a kazak ismerőseimmel beszéltem. Az egy nagyon különleges, érdekes időszak volt, mert ő Dagesztánban halt meg, a Szovjetunió felbomlásának időszaka. És én nagyon sok olyan elméletet, akár összeesküvés elméletet hallottam a kazak ismerőseimtől, aki azt az időszakot ismert, a Szovjetuniónak az időszakát, az nem tartja elképzelhetetlennek. Tehát őt nem szerették akkori szovjet vezetők, hiszen ő arra törekedett, hogy a közép-ázsiai török nyelvű népek önállósodjanak, saját országuk legyen, és saját kultúrájukat, történelmüket ápolják. Gondolom, hogy mintán kazakul is azért viszonylag jól beszél, sok mindent tudott úgy megnézni, amihez mondjuk mi, akik nem tudunk kazakul, hozzájuthattunk. Mi volt a legmeghatározóbb élménye ebben a területen? Hát én amikor a kazak nyelvet tanultam az egyetemen, minden nap volt egy olyan szó, aminek megtaláltam a magyar megfelelőjét. Mert persze középiskolás tanulmányainkban tanultuk az árpa, balta, alma, szakál szavakat, de ennél sokkal több van. Megdöbbentő, hogy mennyi hasonlóság van a kazak nyelvben és a magyar nyelvben. Én ezt nem tudom, hogy a beköltöző kunok miatt, vagy a honfoglaló magyarok török nyelvcsaládhoz, vagy török törzsek miatt, de a nyelvrokonság, én ugyan finnül nem beszélek, de a nyelvrokonság itt kézzelfoghatóan tetten érhető. Ma megemlékezünk róla, hiszen megyünk koszorúzni hamarosan. Nem tudom, hogy lesz-e még ebben az évben valami olyan rendezvény, amiben külön mondjuk, mint a Magyar Kazak Baráti Társaság is megemlékeznek róla. Hát mindenképpen, hiszen a kazak nagykövetséggel és a kazak állammal olyan szerteágazó jó a kapcsolatunk, hogy diplomáciai szinten is készülünk arra, hogy ebbe az évbe tudjuk fogadni a kazak köztársaság elnökét, Nurszultán Nazarbajevet. És hát titkos vágyunk, ami most már annyira nem titkos, mert a televízió nézők is hallanak róla. Nagyon szeretnénk, hogyha a kazak köztársaság elnöke, amikor Magyarországra ellátogat, akkor karcagon is látogatást tenne, hiszen amikor 2007-ben Magyarországra látogatott, akkor tiszteletbeli kunkapitánnyá fogadtuk, és akkor azt mondta, hogy szívesen jönne akár magánszemélyként is karcagra. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog lenne. Korábban beszéltünk már arról, hogy Mándoki Kongur Istvánnak a szülőháza még fönt áll a Kazinci utcán, hogy volt arról szó, hogy ott esetleg egy múzeumot, ebben van esetleg valami előrelépés? Hát nagyon kuszák, rendezetlenek a tulajdonviszonyok, úgyhogy ebben még aki próbálkozott igazából nem nagyon tudott előrelépni, ha ez egyszer majd rendeződik.
az ott lakók tulajdonviszonya és egyéb dolog rendeződik, akkor lehet azon gondolkodni, hogy konkrétan abban a házban, vagy akár egy másik területen egy közép-ázsiai múzeumot, emlékházat, kulturális központot nyissunk itt Karcagon. Én azt látom, hogy a kazak politikai vezetők, üzletemberek, magyar politikai vezetők és magyar üzletemberek részéről is megvan arra a szándék, hogy egy közép-ázsiai kulturális központ nyílhasson Karcagon. Reméljük, hogy így lesz. Végezetül még a kongurszó, így belebotlottam én is itt az előbb. Van-e valamilyen jelentése, hiszen ezt ő ott kapta? Igen, van jelentősége. Ez is, nem akarok egy tudományos vitát ezzel elindítani, hogy családilag a Mándoki család és a kongur család milyen rokonságba élt. Én inkább ezt a vitát nem nyitnám ki, hiszen én most már Mándoki Kongur Istvánt úgy tekintem, mint akinek ez volt a neve, hogy most felmenői részéről ez a név használatos volt-e. Én sok emberrel vitatkoztam, én most már ezt így fogadom el. Tehát igazából egy szint jelent, egy árnyalatot jelent, úgyhogy ez a típusát jelenti annak az embernek, mint a kara a feketét, a kongur, a konr, az inkább ilyen barnás, szürkés szint jelent. Akkor őrizzük meg mindannyian szép emlékként Mándoki Kongur István életét. Köszönöm, és hát én is úgy gondolom, hogy ezekkel a megemlékezésekkel az, hogy ápoljuk az ő emlékét, ápoljuk azt a munkásságot, és tovább visszük azt a munkásságot, amit ő elkezdett, vagy igazából ő is folytatott a történelmi elődei hosszú sorában, akkor szerintem ezzel teszünk legjobbat a magyar népnek, Magyarországnak, a nagykunságnak, Karcagnak, és a két nép barátságának is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm az interjút.